Hello, hello, szép jó estét kívánok mindenkinek. Hello, icipicit várok, amíg feljöttök. Jó estét, vagy jó reggelt. Lehet, hogy holnap reggel fogod ezt a videót így kézhez kapni. Itt a Facebookon, vagy a YouTube-on. Erre sarkallak, hogy itt is iratkozz fel YouTube csatornámra, hogyha kíváncsi vagy, hogy mivel foglalkozom. Szia Marcikám, szeretettel köszöntelek. Egy kedves régi ismerősöm fel is jött, Máris, mint a doktor Máris. Micsoda viccek jutnak az eszembe. Édes jó Istenkém, elgondolkodtam rajta, hogy most már december 12-e van, amikor ezt a videót live-ozom, élőzöm. És nekem ilyenkor vagy egy születésnapi buliban kéne muzsikálnom, vagy egy évvégi céges rendezvényen. De volt ilyenkor lakodalom is. Ugye a lakodalom van a mi utcánkban. Ide hallik zengő muzsikája. Sziasztok, közben itt integetek virtuálisan, meg így is. Szervusztok, sziasztok, hello, csumi. Csá, csumi. Ahogy a köszönések szoktak lenni, ciao. De szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most kapcsolódik be ebbe az élő live-ba. Ez a Patrick live, vagy Balázs live, vagy rád bízom. Te nevezd el, ahogy szeretnéd. Arra is kérlek benneteket, hogy kommenteljetek majd, de legyetek olyan szívesek, drágáim, hogy honnan vagytok. Ezt a drágáimat ne értsétek félre, ez egy nagyon kedveskedő elnevezés. Hogy az emberek ki vannak éhezve a szép szavakra. Vagy ilyen csúnya világban élünk, hogy csak káromkodni szabad? Szerintem nem. A káromkodásnak megvannak a maga helyzetei, helyei, idői, ha lehet így mondani. Annyi fölösleges dolgot csinál az ember az életében, nem? Erről eszembe jutott egy rövid történet, hogy Szibériában hűtőházat építenek, képzeld, energiatakarékos vállalkozás folyik. Két melós oda kiábál egymáshoz, odaordít egymáshoz, hogy Hello! Szergejkém! Mi van? Mi van? Mit ordítozol? Gyere, van egy üveg vodkám! Ezt nekiabáltam arra, ha elvisznek. Szóval innen? Hova? Atya úristen. Úgyhogy a csoda bennünk van. Ezt miért is mondom? Mert olyan rendezvényen volt szerencsém a részt venni, igaz, hogy online vettem részt ezen a rendezvényen, amivel foglalkozom, ezzel a misszióval, ezzel a küldetéssel. Én most már így mondom, hogy ez a küldetésünk nekünk, akik benne vagyunk ebben a misszióban már egy jó ideje. Hát én még csak fél évese vagyok benne, de rengeteget tapasztaltam, és hogy visszagondolok az eddigi életemre, az eddigi évekre. Ahogy öregszik az ember, tudod, hogy visszagondol mindig, hogy miért nem történt előbb ez, vagy az, vagy amaz, hogy bárcsak akkor így álltam volna a dolgokhoz. Ugye biztos nálad is megfordult ez a dolog a fejedben, nem? Ha nem fordult meg, akkor biztos más fordult meg, hogy biztos a jövőre gondoltad. De valamikor az ember visszagondol, hogy de jó lenne egy időgépbe beleülni, ugye, hogy mindig valami más csináltunk volna. De az is hülyeség lenne, mert egyszer olvastam egy olyan eszmét, hogy visszamennénk és megakadályoznánk a szüleinknek a találkozását. Hát akkor az hülyeség lenne, mert akkor nem is léteznénk, nem? De mindegy, félretéve most itt ezeket a misztikus meg eszmei dolgokat. Soha nem tapasztaltam még ilyet, amit most. Hogy tényleg eddig is tudtam, hogy egy nagyon hasznos dologba vagyunk benne, ami nagyon sok-sok embernek az életén segít, nem csak testileg, ugye közérzetileg, hanem anyagilag is. Ugye erről tudunk beszélgetni nagyon szívesen, privátban, vagy személyesen, ha gondolod. Nyíltan nem mondhatok több dolgot, ne haragudjatok, kérd az információt. Én nem szeretek könyörögni senkinek, de kérd az információt, ha kíváncsi vagy, hogy pontosan miről szól az egész misszió. Olyan eszközt tudunk nyújtani, amivel te nem csak túlélhetsz, hanem jól élhetsz. És sokáig élhetsz. Nekünk töri az utat a cég, komolyan.
olyan utat tör, hogy fantasztikus. Én utálom a nagy szavakat, de tényleg nem tudok rosszat mondani. Persze itt is bele kell tenni a munkát, illik beletenni a munkát. Miért? Hogyha bemész a munkahelyedre dolgozni, ott nem illik dolgozni? Nem kénytelen vagy dolgozni? És ki tudja, mennyi pénzekért. Van, akik nevetséges pénzekért dolgoznak. Őrület, és nagyon-nagyon le vagyunk maradva az európai bérektől. De most erről többet nem is szeretnék beszélni, mert nem ez a mai videómnak a téma, csak mindig így följönnek ezek a politikai, meg a nem ide kívánt dolgok. Úgyhogy, hát kérném tisztelettel, olyan dolgot képviselünk, ami tényleg egyedülálló. Röviden csak annyit mondanék el, hogy ugye van a mi testünk. A testünknek a működése, azt egy szép házhoz lehet hasonlítani. Ahhoz három dolog szükséges, hogy ez a ház jól működjön. Ugye kell egy tervrajz. Ez is van egy készítményünk. Ez mondjuk ez az egyik, ez a tervrajz. Akkor ahhoz kellenek szorgos építőkezek, ugyebár? És persze a harmadik dolog, az sem másodlagos, meg az sem egy harmadrangú dolog, hogy legyenek prémium minőségű építőanyagok. Na, erről szól a mi missziónk. Ne várd a csodát, hanem csináld. A csoda benned van, ember. A csoda mindannyiunkban benne van, csak ki kell csalogatni tényleg, hogyha valamit szeretettel tudsz csinálni, ez mennyivel másabb, mintha csak úgy érdekből. Ez mindig is így volt, van és lesz. Annyi, de annyi fölösleges dolgot csinálunk az életünkben, hogy tényleg arról lehetne regényeket írni, nem? Végre most életemben, a zenén kívül tényleg annyira értelmes dolognak tartom ezt, amit csinálok, hogy fantasztikus. De tényleg nem akarok, hogy mondjam, ömlengeni, mert utálok ömlengeni. Úgyhogy nem tudom, te mennyire veszed komolyan, amit mondok. Nem veszed komolyan? Nem baj. Lehet, hogy kinevetsz ott a kamera magát. Nem baj. Az se baj. Lehet, hogy nem bízol még bennem. Lehet, hogy bízol bennem. Nem tudom. De gondolkozz el azon, hogy most mi a fontos az életedben. Gondolkozz el. És tényleg, hogy mi a legfontosabb most jelen pillanatban. És nem csak azért mondom ezt, mert most ünnepekhez közelítünk. A legszebb ünnephez, ami létezik az életben. Úgyhogy mit is szerettem volna még elmondani? Ne várd a csodát, hanem csináld. Ez egy szállóigelet számomra. És ennyit szerettem volna csak elmondani itt szombat este. Mindenkinek azt kívánom, hogy érezze jól magát ezen a szép szombat estén. Ugye most már ezüst szombathoz, ezüst vasárnaphoz közelítünk. Holnap ezüst vasárnap, jól mondom? Javítsatok ki, hogyha nem így van. Jó egészséget kívánok, szeretetben, gazdag napokat. És akkor találkozunk a következő videómban, és örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok!